Csodálatosan szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát tudom, hogy nem mindenki reggel nézi majd ezt meg. Közben a Lajos Mizsei első dezirók egyike éppen kihalad a nyugati pályaudvarról. Hajnali 5 óra van, és egyébként várjuk a Kiszt. De nem csak a Kiszt várjuk, hanem vele együtt Tamást is, aki majd vezeti. Rizsavi Tamásról van szó, szerintem nem kell bemutatnom, rengetegen ismeritek. Nem csak a vasútról, hanem fényképei kapcsán. És egy kicsit majd ő fog segíteni abban, hogy jobban belelássunk egy Kiszt vezetésébe, illetve hogy önmagában a Kiszt vezetőállásán mi mire szolgál, mi hogyan működik, és a többi, és a többi. Úgyhogy ha minden igaz, 5 óra 27-kor érkezik majd meg Ceglédről zónázóval, és természetesen majd vele tartunk Ceglédig, hiszen 6 óra 3 perckor majd indulunk vissza. Óramű pontosággal érkezik a Kiszt Tamással, vagy Tamás a Kisszel, teljesen mindegy. És egyébként majd lesz fél óránk itt Tamással egy kicsit beszélgetni, hiszen most 5 óra 27 van, most érkezik be, és majd 6 óra 3-kor indulunk vissza, szintén ugyanígy, mint zónázó. Na. Fel is ugrunk hozzá szerintem, ahogy bejött. Csak megvárjuk, még leszállnak az utasok. No, itt vagyunk Tamással közben már. Aki szép mit csinál? Reggelt mindenkinek. Na, akkor beraktuk a kulcsot. Most megcsináljuk a fékpróbát, ugye, ami vonatközlekedés előtt elengedhetetlen. Itt ugye a tükör az úgy van megkialakítva, hogy a tükör kiadás az nyomógombról történik. Így. 15 km per óra, az a tükör magától fog csukodni, és jelen pillanatban tudom, hogy nem is lehet nagyon máshogy megoldani, hogy ezt menetközben kinyíljon. Uh-huh. Nem úgy, mint ugye a flirteknél, hogy 60 alatt nem tud adni az ajtót, és akkor ki is mérjük a tükör. Akkor megcsináljuk a fékpróbát, amit ugye először is a mozdony fedélzeti berendezésben rögzítjük, illetve elkezdjük. És akkor elkezdjük a fékpróbát a fékpróba menüben, amelyet úgy tudunk előhozni, hogy kivesszük parkolóüzemmódból. Irány középállásban, ugye üzembejöző kapcsoló egyértelműen beállásba, és akkor a fékpróba menüpontba bejutva előhúzzuk azt a menüpontot, ami ugye a kék és a piros füléken egy és előjött. Csak itt azért sokkal több információt láthatunk, nyilván a rugerőtárolós fékről, az epifékről, a mágnes és sínfékről, meg a csúszásvédelem, amit szintén le lehet próbálni. Itt ugye most egy kicsit megváltozott a fékező szerepünk, tehát a menetfék kontrollerünk az ugyanaz. Most ugye, hogy befékeztük a szerelvényt, megjelent a kis ikonkája. Gyors fékezésbe helyezzük ugye a fékező szerepet, leürítettük a fővezetéket, vagy itt a nulla bár, és akkor itt a mágneses sűfékek is aktivizálódtak. Ahogy nyomon tudjuk követni, akkor mindegyik működik úgy, ahogy kell, és ezzel a nyomogombbal akkor össze is tudjuk változtatni, és akkor a fővezetéket fel tudjuk tartani. Most ugye megvárjuk, amíg a szerelvényünk feltölti magát, és utána tudjuk folytatni. Most meg tudjuk vizsgálni az epifékeket, ahol látjuk, hogy kialakult a három bár, ezzel a flirteken egy ilyen ugyanilyen nyomogomb volt, mint ezek. Uh-huh. És akkor ugyanígy meg tudunk győződni arról, hogy fel is volt. És ha ez megvolt, akkor utána irányba rakjuk, itt megszüntetjük az ütemtápállást, és kipróbáljuk a kontrollernél is, hogy gyorsfékállásban kialakul le, illetve leüríti a felső mértéket. Amennyiben igen, akkor elkezdjük feltölteni, és kiveszik irányba. És ennyi is volt? Hát most megvárjuk, még feltöltődik, megvárjuk, amíg visszajeleznek a piktogramok, hogy a fékrendszerünk, illetve a fék elemek és a fék berendezések rendben vannak-e, és akkor utána a fékpróbát a MFB-n lezárom. Figyelj, mi a legnagyobb változás a flirthöz képest, mondjuk egy kék flirthöz képest? Letölt egy emelet. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezen kívül, mint vezetői szemmel kérdezem, mert nyilván vizuálisan mi is tapasztaljuk. Na, közben sikerült a fékpróba. Hát szerintem, ami a... ezt lekapcsolom, jó? Oké. Okay. Ami szerintem így a legnagyobb változásban, ugye az nyilván az, hogy sokkal nehezebb a vonat, és ugye
így megnövekszik a fékod, ugyanaz a berendezés alatt, mint a flirtekem. Viszont azért a fékúttal itt sokkal, tehát a fékúttal számolni kell, hogy azért egy 500 tonnás szerelvényről beszélünk. 1401 kilométer, tehát ez nagyon-nagyon bejáratos még ez a vonat. Ez kemény. Ez még nagyon-nagyon kis útra számít. Thank you.
No, már a társa is felkerült, megérkeztünk ide Ceglédre. És le is hajolok az állványomért. Gyönyörű szép időnk van egyébként. Pont jól süti a nap a kiszt. Egyébként azt nem is mondtam, hogy a 05-ös állt forgalomba. És majd szépen megy vissza nyugati pályaudvarra. Hát oda én már nem kisszel fogok menni, mert hogy én még innen távolodni fogok. De nagyon klassz út volt, és Tamás is sokat segített, és rengeteg jó információt kaptunk tőle. Lehet, hogy ez így rohadt ellenfényes, de van egy bája ez, ennek így. Ó, ez gyönyörű. Úgyhogy én szerintem meg is köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Remélem, hogy velem tartotok majd legközelebb is. Addig is legyetek jók, sziasztok! Közben egyébként ott Tamás pont most jött ki, mert leváltották, neki is ez volt az utolsó karikája. Köszi Tamás! Pozd, búcsúzok el! Sziasztok! Örültem, hogy itt voltatok!